Jamiroquai, Fatboy Slim és a Party in the Park a Dubai Jazz Fesztiválon. Dubajban a zenei világ több nagy sztárja is megfordult 2019-ben. A Boyzone például itt adta búcsú koncertjei egyikét. Az együttes a legsikeresebbek közé tartozik Írországban és az Egyesült Királyságban. 5 albumuk lett listavezető, és több mint 25 millió kelt el ezekből világszerte. Jó volt visszamenni azokra a helyekre, ahol felléptünk az évek során. Jó újra ott lenni és adni egy utolsó koncertet, vagyis méltóképpen búcsúzni. Őszintén szóval nincs annál jobb hely, mint ahol most föllépünk. Persze közvetlenül az Irish Village mellett, majdnem olyan, mint egy amfiteátrum. A színpad körül lépcsőzetesen emelkedik a nézőtér, szinte test közelbe hozza az embereket. Fantasztikus. Én ezért szeretek annyira itt játszani. És ezzel tényleg eltűnik a legprímább ír exporttermékek egyike. Jól sikerült ez a turné, jó számokat válogattunk össze, ez egy jó show lett. Fiúbanda vagyunk, már mind a 40-es éveinkben elég sokáig húztuk. Hitelesen, méltósággal akarjuk befejezni. És az Irish Village-ből a Global Village-be az R&B New York-i sztárja Jay Sean 100 000 ember előtt lépett föl. Azt mondta nekünk, hogy Dubaj meghatározó szerepet játszik a karrierjében, és hogy mennyire megváltozott itt a zenei élet. Biztosan emlékszel rá, az internet nem volt mindig olyan, mint ma. Nem volt a közösségi oldalak sem. Konkrétan a YouTube tartotta életben a dubai rajongó táboromat. Fogalmam sem volt róla, hogy itt játsszák a számaimat. Aztán eljöttem, adtam egy koncertet, és sztár lettem. És azóta is megadatik nekem minden évben, hogy eljöhetek ide, ennek már 15 éve. Kívülről tudják az összes számomat. Az új Coca-Cola arénát a Maroon 5 nyitotta meg. Ez a legnagyobb koncertcsarnok itt a régióban, és azt mondják, hogy óriási hatással van a helyi zenei életre. Ha ma körülnézünk itt, akusztikus faburkolatot látunk. Rettentően fontos a megfelelő hangzás és a terek funkcionalitása. De nem csak a könnyű zene találja meg itt a helyét. Nemrég mutatták be a világ legrégebben futó Broadway musicaljét, az Operaház fantomját a Dubai Operában.